láttam az űrszonda indítását Floridából a tengerpartról. The signal from the spacecraft is gone and within the next 45 seconds so will be the spacecraft. A Cassini űrszonda elégett a Szaturnusz légkörében. Az amerikai, az európai és az olasz űrügynökség közös szondáját azért küldték fel, hogy a Szaturnuszt, illetve annak gyűrűit és holdjait vizsgálja. Egy hónap híján 20 évet töltött a világűrben. A küldetését kétszer is meghosszabbították, mostanra azonban az űrjármű szegény kis műszerórái meg voltak számlálva. Hogy még az esélyét is elkerüljék annak, hogy földi eredetű élet csiráit szórják véletlenül valamelyik égitestre, a NASA sugárhajtómű laboratóriumában, a Jet Propulsion Labben, vagyis a JPL-ben úgy döntöttek, hogy bedobnak még egy utolsó nagy manővert. És itt a vége. Most felvetődhet a kérdés, hogy miért nem a NASA-hoz mentem el a JPL laboratóriumba, mert hogy ugye ők voltak felelősek ezért az egész projektért, miért ide Budapestre? Hát ennek két oka is van. Az egyik az az, hogy kicsit messze lett volna és húzós lett volna az utazási költség, a másik pedig az, hogy a magyaroknak is elég nagy szerepe volt ebben. Igen, két műszer fejlesztésében vettünk részt, ennek két oka volt. Az egyik oka az, hogy elég jó referenciánk volt, már a helüstököst kutató Vega űrszonda kapcsán meghatározó kísérletben vettünk részt, a másik pedig politikai ok. Bekövetkezett egy rendszerváltás, amely nyitottá tette az amerikaiakat, a NASA-t, hogy magyarok is bekapcsolódhassanak. És ha már bekapcsolódtak, a magyar kutatók a Cassinin elhelyezett magnetométeren kívül a CAPS, vagyis a Cassini plazma spektrométer kifejlesztéséhez járultak hozzá. Ez a napból érkező protonok, elektronoknak a viselkedését és viselkedés változását figyelte meg a Szaturnusz körül. Magát a Cassini űrszondát szimuláltuk, azaz lehetővé tettük, hogy az űrszonda elkészülte előtt már, a műszereket tesztelni és kalibrálni lehessen. Ez pedig egy igen nagy kihívás volt, ugyanis... Ugyanis annak, aki ezt fejleszti, ezt a földi ellenőrző berendezést, tudnia kell az összes fizikát ott a mérendő helyen. Amit ugye nem tudhatunk, mert hogy nem voltunk ott, azért hát tudjuk oda a szondát. Azt akarjuk megmérni, meg kell tudni becsülni, és ahhoz itt a Földön készíteni kell olyan berendezést, amelyik képes lesz ezt megmérni, és... elviseli azt a körülményt, ahová ott küldik. Nevezzük azt, hogy magának a berendezésnek tudnia kell a mérendőt, és a mérőeszközt, aminek egymásba kell lenni mindenféle paraméterrel. Mint kulcs a zárba. Igen, ezt meg kell valósítani. Majd utána fölküldik a megvalósított végleges eszközt, és annak kint, fönt a világűrben pontosan bele kell illenie a mérendő dolgokba. El kell jutnia odáig, ki kell bírnia az utat odáig, és utána azt kell megmérnie nagyjából, amit itt lent mi már elgondoltunk, mert hiszen arra van felkészítve. Készült egy hardware, amiben az ellentmondásos, hogy az amerikai űrszondára készült, és itt néhány cirill betűs alkatrészt találni benne, azaz az embargó szükségessé tette, hogy a szocialista táborba kifejlesztenek amerikai szabványú az Aerospace 1553-as buszát is kezelni tudó integrált áramköröket, illetve speciális transformátorokat. Én ifjú mérnökként azt a feladatot kaptam, hogy ezt a kokomlistás központi számítógép elemet, ami mellé még sok más egyéb fejlesztő dolog jön, egyáltalán bejuttassuk az országba. Ami időnként persze nem is volt olyan egyszerű. Például kétszeresen külön kulccsal nyitható, másik kulccsal nyitható-zárható helyiségbe kellett elhelyezkedni, és mindent meg kellett adni magamról akkor, hogy ki lesz ennek úgymond az egyik felelőse. Bizonyos eszközökért viszont továbbra is a másik irányba kellett nyúlni. Tudtuk kérni az orosz kollégáktól, ha nem volt elég, mert többet is kellett ebből gyártani, és szívesen adtak. Hát annak a szívességnek lehet, hogy voltak feltételei, nem? Igen.
abban az időben például nagyon nagy értéke volt a 05-ös grafit ceruzáknak. És itt, mikor jöttek az orosz kollégák, mert még a Phobos programban együtt dolgoztunk, itt az asztalon, a társalkásnál ilyeneket osztogattunk nekik többek közt. Meg a magyar Baraszkpálinka is segített az ilyenbe, és nem kellett pénzügyi tranzakciókat lebonyolítani. Köszönjük a figyelmeteket, legközelebb akkor jövünk ilyen témával, amikor egy újabb űrszonda csapódik be egy újabb égitesbe. Sziasztok! Ilyen ritkán fordul elő, úgyhogy addigra még őszébb leszek én, és a kedves riporter úr is talán már fehér hajtincsekkel rendelkezik. Sziasztok!